2000-ben volt az első versenyem, és előtte ilyen 4 évvel kezdtem el edzegetni, mert eléggé vékony voltam, ilyen 52 kg voltam 169 cm-vel, és 24-es karom volt, hogy így mindenki érthesse. Akkor elkezdtem igazából ilyen kis otthoni házi edzéseket csinálni, majd egy-egy év múlva elmentem terembe edzegetni, de ott is ilyen hobbi szinten, mint ahogy most is csinálják nagyon sokan, hogy elmennek, abba hagyják, és kitalálnak valami problémát, hogy miért nem tudnak menni. 2000-ben jött először az ötlet, hogy versenytestépítés legyen, de az első 4 évben, tehát 2004-ig nem volt, aki foglalkozzon velem. Majd 2004-ben Kozma Zoli segítségével próbáltam felkészülni versenyekre, és a Zoli azt mondta, hogy inkább ismerjek meg valakit, és így mutatta be Kokót nekem, Kovács Istvánt, és ővel történt utána a másfél évig a felkészülés. Elsővesen mindig azt mondtam, hogy akárki, akármikor elindult, hogy ez csak egy tapasztalat. Soha nem lesz semmi más, csak egyetlen egy tapasztalat, amire megtudod azt, hogy mi a verseny. Nekünk is pont ez volt. Az első versenyen szinte sehányadik helyet nem értem el, de az, hogy kiálltam a színpadra, és ott volt előttem körülbelül 1000 ember, és úgy kellett kiállnom, hogy a sok bezárkózottsági érzésemmel, hogy egy póznadrágba álltam fenn a színpadon, az végül is negatív élmény volt. Az pozitív élmény volt, hogy amikor lejöttem, akkor éreztem, hogy valahova tartozok. Éreztem, hogy amit elértem, azt megcsináltam. Éreztem, hogy amit összetudtam az a 2-3 hónap alatt hozni, ami felkészülési időnek lehet nevezni, ami mostani távlatban vagy mostani szemszögből nézve egyáltalán nem felkészülés, csak egy normális kaja. Elértem. Meg tudtam csinálni, és elértem. A legfontosabb számomra az a 2005-ös bajnokok éjszakájának az eredménye volt, ott az első 10-be jutottam be, és olyan emberek mellett, mint Berkes Laci, vagy olyan emberek mellett, mint Tóth Dani, és még sorolhatnám. Indulók azok azt hiszem 17-en voltunk, és úgy lettem összesen 9-dik, és iszonyatosan örültem. Tehát az volt az első eredményem, azt mondom, az volt az első olyan eredmény, amikor úgy jöttem haza, hogy érem volt a kezembe, úgy jöttem haza, hogy megbecsültek, és úgy jöttem haza, hogy a nagyok is odajöttek hozzám, és azt mondták, hogy már hirtelen beugró, és mégis milyen formát tudtam hozni. Igazából az nagyot jelentett nekem. Utána kezdődött az, hogy 2006-ban is egyfolytában voltak eredményeim. 2005-ben még előtte volt a végül is a Tisza kupa, ami még elég jelentős volt, ott 75 kilóba első helyet szereztem. De én akkor is azt mondom, hogy 2005-ös bajnokok éjszakája az jelentős volt, és meghatározó volt számomra. óta vagyok itt a hídépítő ZRT-nél, mint munkahelyi mérnök. Pontos megnevezésem az ez. Azonban ebbe beletartozik egészen a tárgyalásoktól való járásig, egészen a munkaterületen való anyagbeszerzéstől kezdve, tehát annak az irányítása, az embereknek az irányítása, a vállalkozók irányítása. Tehát azt mondom, hogy egy eléggé szertágazó foglalkozásom van, amiben szinte minden beletartozik. Előrátható a terveim, az 2008-ban a tavaszi szezon. Valószínű, hogy megint a NAC VB, ami Görögországban a Timba lesz megrendezve. Felmerült még az IBF-nak az Európa bajnoki, amit Olaszországban fognak megrendezni, de konkrétan az nem. Aztán úgy is ismerem magamat, szerintem úgy is el fogok menni, hogyha nem üti másik versenyek egymást. A Bihac Open valószínű, és hogyha Magyarországon még lesz az Extreme Fitnek egy versenye, akkor még szeretnék az a magyarországi képviseletként elindulni.